Pénteken és szombaton rendezik meg a budapesti Honvéd Dózsa György úti központjában a Honvéd Kupa atlétika versenyt, ezt a nagy hagyományokkal rendelkező megmérettetést. Knipl István szakosztályvezetővel beszélgettünk a verseny hagyományairól és a honvédos indulókról. Bár még egy kicsit magányosan vagyunk a pályán, de az előkészületek már elindultak, és minden a legnagyobb rendben van. A 34. Honvéd Kupa kerül megrendezésre. 1985. május 19-én volt az első verseny, amin magam is indultam. Azóta hagyományként megrendezzük ezt a versenyt. Egy nagyon nagy népszerű verseny Budapesten. Idén két napos lesz a verseny, mert a debreceni pálya felújítási munkálatai miatt ezt a másik Superliga versenyt is mi vállaltuk magunkra. Tehát pénteken és szombaton lesz a verseny. Hát mindenki itt lesz, mindenki ígérte a részvételét, hogy indulni ki fog. Gyakorlatilag egy-két kivétel szinte mindenki. Bai Balázs jelezte, hogy ő neki egy kicsit sok volt a Diamond League versenyek, meg az Európa-bajnoki felkészülésre induló versenyek miatt a programja, ezért ő kihagyja, de itt lesz, részt vesz a versenyen, még valószínűleg díjat is fog átadni. Az összes többi versenyző, Zsivorczki Farkas Györgyi, Tóth Lilianna, Kovács Bencsi, Ilovszki Dominik, Kaptúr Évi, a 400-as női váltóval, tehát gyakorlatilag minden hatrafogható honvédos versenyző itt lesz és megméretteti magát. A közelmúltban felújított pályát már birtokba vették a BHS versenyzői, ám ez a verseny lesz az igazi főpróba, ahol éles körülmények között tesztelhetik a vadonatúj pályát az atléták. A 2017-es évben úgy nyitottam meg a Honvéd Kupát, hogy ez az utolsó Honvéd Kupa az öreg talajon, és a 2018-as évben az ígéretünkhöz híven, ez pedig az első Honvéd Kupa lesz a teljesen megújult atlétikai pályán. Több szempontból is nagyon-nagyon fontos ez számunkra. Az egyik egyértelműen a szakmai része, hogy a versenyzőknek egy olyan szakmai hátteret tudjunk biztosítani létesítmény szempontjából, ami már a 21. századnak abszolút megfelel. Kényelmi szempontból is, higiéniai szempontból is, sportszakmai szempontból is, tehát erre az egyesület maximálisan odafigyel. A másik pedig az, hogy ez egy első lépés annak a fejlesztésnek, hogy akár még kedvező feltételeket tudjunk teremteni majd a különböző kisebb-nagyobb hozzáépítésekkel, fejlesztésekkel, apró módosításokkal a versenyzőknek, akik már jelenleg is nálunk vannak, és úgy érzem, hogy olyan utánpótlás és felnőtt versenyzőink vannak, akik már példaértékűek nem csak a saját sportágon, tehát az atlétika területén, hanem akár más sportolók számára, más sportágat űzők számára is. Valamint egy kinyilatkoztatása annak a szándéknak a Magyar Atlétikai Szövetség felé, hogy mi komolyan gondoljuk azt, hogy az atlétika a budapesti honvéd területén itthon van, és igyekszünk minél több energiát és erőforrás fordítani erre a sportágra. Ez nagyon nagy tömegeket mozgat meg, a Honvéd Kupa egyre népszerűbb, és hát nagyon bízunk abban, hogy a 2018-as évben is sok szép honvédos eredmény, és rengeteg néző lesz ismét itt a pályán. Olimpikon hétpróbázónk Zsivócki Farkas György rutinos Honvéd Kupa indulónak számít, hisz ez már a sokadik versenye itt a Dózsa György úton. Györgyi a berlini Európa-bajnokságra készülve vesz majd részt a viadalon, ahol több számban is megméretteti magát majd. De sokadik Honvéd Kupában veszek majd részt holnap. Várom a versenyt, hiszen közel van már az Európa-bajnokság, és már érzem a szelét, az izgalmat, úgyhogy remélem, hogy minden jobb eredményeket tudok elérni ezen a versenyen holnap. Három próbában fogok versenyezni, ami holnap 100 gát, távolugrás és súlylökésből fog összeállni. Ezen kívül egyéni súlylökésben is indulni fogok, valamint 400 méteren is le vagyok nevezve, és nagyon remélem, hogy minden versenyszámot végig fogok tudni csinálni, de ilyenkor már, amikor a főverseny ennyire közel van, akkor teljes mértékben az belső érzések és annak a tudata, hogy az egészség megmaradjon, ez a legfontosabb, és ilyenkor mindig közben döntjük el, hogy meddig tudok aznap menni. Csak a Honvéd.